Többek között a piaci lehetőségekről és kihívásokról, valamint az üzleti kapcsolatok fontosságáról tartottak előadást a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének a Sikeres Indulás Feltételei című programján az érdeklődőknek kedden a Kodolányi János Egyetemen. A rendezvényt azzal a céllal hozták létre, hogy segítséget nyújtsanak a vállalkozások hatékony felépítésében. Tóth György, a FIVOSZ Fejér vármegyei elnöke elmondta, elkötelezettek amellett, hogy támogassák a helyi vállalkozókat, különösen azokat, akik most kezdik meg üzleti útjukat. Én azt gondolom, hogy kell egy jó ötlet, tehát ez mindenképpen hozzá tartozik egy vállalkozás sikerességéhez, hogyha van egy jó alapötlet, akkor arra lehet építkezni. És amit én azt gondolom, hogy a FIVOSZ nagyon jól csinál, és nagyon erősek vagyunk benne, az pedig a kapcsolati háló. Az is egy fontos kérdéskör, hogyha adott esetben van egy terméked, az hogyan, kinek fogod tudni értékesíteni. Baksa Zsuzsanna arról tartott előadást, hogyan tudják a kezdő vállalkozók elindítani vállalkozásukat, mik azok a klasszikus problémák, amelyek előjöhetnek a kezdeteknél. A szakember elmondása szerint a legnagyobb gondot az időhiány okozhatja. Nagyon fontos az, hogy legyenek célok, mérhető célok, tehát mit konkrétan meg tudnak határozni és le is tudnak mérni, legyenek időtávba behelyezve ezek a célok, tehát határidővel, legyenek szépen alábontva feladatokra ezek a célok, tehát hogyan akarják ezt a célt elérni, megvalósítani, priorizáljanak, sürgős, fontos szempontok alapján, ABCDL alapján rangsorolják ezeket a feladatokat, aztán vegyék elő a naptárt, amiben első körben helyezzék bele azokat az eseményeket, tennivalókat, amik számukra fontos, amiktől ők jók lesznek, tehát hogy a jólétük meglegyen. A cégalapítás és a céges működés jogi alapjairól Katona Viktória jogász tartott előadást, ahol főleg a buktatók kerültek a fókuszba. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel ért véget, ahol a résztvevők átbeszélhetik a felmerülő kérdéseket.